Ok, indulhat. Mint azt már sokan tudjátok, kisbabát várok, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy készítünk egy olyan videósorozatot, ahol megmutatjuk, hogy mit lehet és mit nem ebben az időszakban. Természetesen szakértőket is be fogunk vonni, hogy még egyértelműbb legyen minden, úgyhogy tartsatok velem! Voltak egy kicsit ilyen időszakok, hogy éppen mikor mit ettem, de az is ebben az egészséges keretek közé beilleszthető volt. Az egyik az egy rizstésztás, ilyen sajtos tejfölös történet volt. Hát az volt, hogy nem azt mondom, hogy reggelire is megettem, de az volt az ebéd, meg az uzsonna, meg a vacsora. Volt egy ilyen időszak. És volt egy másik, amikor pedig mindenféle ilyen puffasztott rizst, ilyen ízesített pufi rizseket ettem, de így kb. Ezt a kettőt tudom nektek elmondani, ami azt mondom, hogy ebbe a kategóriába így beillik. Nagyon ritkán szoktam én is azért sütiket enni, vagy megenni a kedvenc pizzámat, vagy tésztámat, viszont ezek inkább arra az időszakokra esnek, amikor elmegyünk valahova. Egyébként itthon minden nap szoktam főzni, én készítem ugye a reggelimet, valamint a vacsoránkat is mindig én szoktam csinálni, és ott is azért variáltam, tehát mindig kerül bele egy kis tejtermék, általában az laktózmentesen, mindig van hozzá ugye valamilyen szénhidrát gazdag köret, vagy ugye épp csinálok egy olyan grillzöldséget, amit korábban mondjuk nem ettem, ilyen mondjuk egy sült répa, és azt egy ilyen mártogatósnak megcsinálom. Tehát inkább ilyen dolgokkal szoktam így variálni, és egy picit színesebbé tenni az étkezésemet. Ez nem azért van, mert én fanatikusan most is követem a diétát, hanem szimplán azért, mert ezek a dolgok esnek jól. De még egyszer mondom, hogyha én is megkívánok valami olyat, ami nem az egészséges kategóriába illik, akkor azt is meg szoktam enni, de csak mértékkel, mert azt vallom, nem csak én, hanem szerencsére a nőgyógyászom is, hogy nem kettő helyet kell lenni, hanem azért mértékkel és figyeljünk oda. Most pedig következhet egy főétel, aminek az alapanyagait már ide készítettem. A főételünk csirke mellett fog tartalmazni, de természetesen ezt cserélhetitek pulykamellre is. A szénhidrátunk és egyben ugye a köretünk az most nem más lesz, mint bulgur. Fűszerek, a bulgurhoz egy ilyen zöldséges, sós mixet raktam ide, ez pedig a csirkéhez lesz ez a kis fűszer, és a kosaram tartalmaz még fokhagymát, kevés paradicsomot, cukkinit, paprikát, sárgarépát, és egy szeletelőt, amivel ezeket össze fogom majd vágni. Úgyhogy figyeljétek, mert mutatom, hogy hogy készül. Itt most a kis főzőedényemnek ki kell támasztani egy kicsit, mert ahogy látjátok, csak három lába van. Ezt egy kínaiba vettem, és ahogy kicsomagoltam, valahogy eltörtem a lábát. Viszont nem szerettem volna tőle megválni, mert nagyon bevált. Úgyhogy kicsit ilyen kis handicapes, és ezért mindig alá teszek egy vágódeszkát, hogy így egyenesebben álljon. Ennek a belseje az így néz ki, amit egy nagyon kevés olívaolajjal ki szoktam fújni. Ez pontosan azért, hogy ne ragadjon majd bele a bulgur. Ezt feltöltöm vízzel, dupla annyival, és utána fel is rakom forni. Ja, hát és ugye fedele sincs szegénynek, mert azt a költözés alatt elhagytam. Úgyhogy egy kis tányérral fogom lefedni. És utána ok, indulhat. Én leszoktam róla vágni ezeket a kis, ilyen kis zsírosabb darabkákat. Nem azért, mert ennyi zsírt se szeretnék bevinni, hanem szimplán azért, mert nem szeretem, hogyha ezekkel a kis mócsingok lógnak rajta. Jó, fel is szeleteltem a húst.
Ugye a húshoz mindig más kést és más vágódeszkát használok, mint amit majd a zöldségekhez fogok. Erre most locsolok körülbelül egy ilyen egy evőkanálnyi olívaolajat, és ezt fogom most így előre befűszerezni, de egyébként használhattok csak sima sóbors, vagy ha valaki szereti a zöld fűszereket, akkor olyan fűszerkeveréket. Ezt egy kicsit így összeforgatom. Jó, ez most így néz ki. Szuper, hogyha ez így megvan, akkor bele is dobom egy teflonba. Azért ennek az aljára is egy nagyon kevés olajat csepegtetek, csak azért, hogy ne égjen oda. És akkor most jöhetnek a zöldségek, közben fél szemem az mindig a húson lesz, mert ez egy indukciós lap, és igazából másodpercek alatt már forró is, úgyhogy lejjebb is veszem, és én ilyenkor leszoktam fedni, mert szeretem, hogyha a húsi az puha marad, utána leveszem a fedőt, és utána fogom még egy kicsit átkérgesíteni. Közben meghámozom a zöldségeket. Jöhet nem sok, csak egy kis kevés paradicsom, hogyha valaki szereti, akkor egyébként még padlizsánt is rakhat bele. Aha, elkezdett a hús kérget kapni. Szuper. És akkor most jöhet az utolsó, a paprika. Közben ránézek azért, hogy ez az oké, dolgozik-e. De jó, látom, piros, úgyhogy addig működik. Néha aggódok, hogy nehogy egyszer bemondja az unalmast. Egyetlen egy dolog van még hátra, meg kell tisztítanom a fokhagymát, de előtte a húsi az megpirult, félrehúzom, és félreteszem először egy tálba. Utána ugyanebbe a serpenyőbe fogom majd összeforgatni a zöldségeket, a bulgurt és minden egyebet. De addig se szeretném, hogy tovább piruljon benne, úgyhogy ezt addig is ide félre rakom. Nézzétek, így pirult meg a hús, és pont azért, mert én lefettem előtte, ezért a belseje puha és omlós maradt, nem száradt annyira ki, mint amikor ilyen darabkákat csinálunk, és tudjátok, olyan nagyon-nagyon kemény lesz. Ezt félre is rakom. Itt vannak a zöldségek, de ehhez még fokhagymát fogok majd, egy nagyon keveset, egy gerezdet hozzáadni. Mivel fűszereztem a húst, valamint tettem azt a zöldségmixet a bulgurra, ezért szeretném, hogy a zöldségeknek megmaradjon ez a natura bíze, úgyhogy erre kerül egy kis só. És egy nagyon kevés bors. Kedvenc virágos pakanalam, és most jöhet is a zöldségeknek az összeforgatása. Elkészültek a zöldségek, úgyhogy ezt félre is húztam. Megnézem, hogy elkészült-e a bulgur, de úgy látom, hogy készen van. El is készült. Fogom ugyanazt a serpenyőt, amiben elkészítettem már a csirke mellett. Én ezt nem is mostam el szándékosan, hogy benne maradjon az a pörzsanyag, ami ott van ugye az alján, és ebbe lényegében most belehalmozok mindent, és ahogy mondtam, ez egy egytál étel lesz, úgyhogy ezt összeforgatom, ez körülbelül egy ilyen egy percet vesz igénybe, annál többet nem. A bulgurnál azért arra figyelek, de szerintem a zöldségek mennyisége miatt jöhet bele abszolút az egész. Ezt már nem fogom sózni, nem fogom borsozni, mert ez külön-külön mindegyik kapott. Összeforgattam, úgyhogy most már csak hozok egy tányért, és tálalom is nektek a végeredményt. El is készült a főétel, tartsatok velem a következő résznél is, amikor pedig megmutatom nektek a desszertes receptet. Addig is millió puszi és ölelés! Biotekusa, the feeling of success.
További inspirációkért kövess minket Facebookon és Instagramon, iratkozz fel YouTube csatornánkra és látogasd meg a weboldalunkat.